Ók a lelki szegények, mert övék mennyeknek országok. Ezekben a napokban hívőt és nem hívőt egyaránt megérint egy gondolat, az elmúlás. A temetőjárás alkalmával nem csak elhunyt szeretteinkre emlékezünk, hanem saját életünk földi végével is szembesülünk. Szerintem ilyenkor mindenki szembe találkozik azzal, hogy a földi életének egyszer vége lesz, de alapvetően bennem pont most fogalmazódott meg, hogy akiknek a sírjánál jártunk, hogy megemlékezzünk róluk, lehet, hogy ők sem pont akkorra számították az ő halálukat, az ő eltávozásukat, de pont ez a lényeg, hogy ez nem biztos, hogy a halálról szól, a végről, hanem csak egy eltávozás is, és egy új kezdet talán. Ez az, ami megfogalmazódott bennem így a mai nap folyamán, hogy ők már lehet, hogy inkább egy jobb helyen vannak. A mai nap engem arra emlékeztet, hogy a rohanó világból egy kicsit megálljunk, egy kicsit lelassítsuk magunkat, és arra gondoljunk, ami már elmúlt, és ami következik. A múltat, ami velük együtt összekapcsolt minket, egy kicsit a jelenbe is hozzuk, és ahogy imádkozunk a hitvallásunkban is, hogy várom az eljövendő örök életet, és a holtak feltámadását. Ezáltal egy kicsit ápoljuk velük a kapcsolatot, hiába tudjuk már, hogy nincsenek köztünk, és várjuk azt, hogy találkozzunk velük. Sajnos a mai világban egyre jobban kiveszik az a fogalom, hogy a halál utáni boldogság, hiszen mindannyian félünk a haláltól, és félünk meghalni, nem akarunk meghalni, és amikor azt érezzük, hogy betegek vagyunk, akkor az fájdalommal és szenvedéssel jár, és a halál is ugyanúgy fájdalommal és szenvedéssel jár. Viszont azt gondolom, hogy ezután viszont egy sokkal nagyobb boldogság vár minket, egy megnyugvás, ahol már Isten közelében vagyunk, ahol Isten mellett vagyunk, ott egyszerűen nincs helye a fájdalomnak, nincs helye a szenvedésnek, a félelemnek, és ott már az örök örömnek a helye, ahol boldogan tudunk lenni. Ez a világ azt sugallja, hogy halhatatlanok vagyunk, és hogy ne gondoljunk a végre, de hát minden ember meg fog egyszer majd halni. És ezek a napok talán így elősegítik, hogy erre az eltávozásra egyszer tényleg tudatosan felkészüljünk. Elgondolkoztam előtt, hogy mégis hová tartunk. Többek között, hogy az életemben is mit kezdjek, hogyan fog eltenni ez a jobbik esetben 80 év. Beleborzong az ember szerintem. Én legalábbis teljesen. Nehéz kérdés. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Emlékezzél rólunk, korunk, mivel eljössz a te országodba. Ahogy emlékeztet minket ez a sok sírbolt arra, hogy iránk is várhat majd ez a sors, nagyon sokszor kétségbeesés töltheti el a szívünket, és én azt gondolom, hogy rengeteg ember él a világon, aki fél a haláltól. És ez egyébként nem feltétlenül baj, ez nem szégyen, hiszen emberi természetünknek része ez az elkerülhetetlen elmúlás, ami maga az ismeretlen. Félünk ettől az ismeretlentől, a haláltól, az elmúlástól, félünk a semmitől, hogy mindenünk, amink van, az egyszer majd semmivé válik. És ebből kifolyólag értelmetlennek is tűnhet akár az egész életünk, hiszen mi végre vagyunk-e Földön, mi végre töltjük el ezeket a boldog éveket ebben az életben, hogyha egyszer majd elenyészik az egész, és semmivé lesz. De az örök élet Istenéhez imádkozva, az örök élet Istenéhez, Jézus Krisztushoz fordulva azt hiszem, hogy felülértékelődhet bennünk ez a kétségbeesettség, ez a reménytelenség azzal kapcsolatban, hogy tartalmas és boldog életünk végén talán nem vár minket semmi. Ha tudunk igaz hittel és valódi ráhagyatkozással közeledni ehhez az örök élet Istenéhez, akkor azt gondolom, hogy nincs okunk félni ezektől a síroktól, ezeknek a síroknak a látványától. Az elhunytak tisztelete
nagyon sok kultúrában évezredek óta jelen van, és így van ez a kereszténységben is. Ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztus testét is mentek az asszonyok, hogy illatos szerekkel megkenjék, és mentek a sírját meglátogatni. És az emberek is, bármilyen materialista, ateista valaki, mégis azt látjuk, hogy tele vannak a temetők ezen az ünnepen, és tényleg felekezettől, világnézettől függetlenül az emberek kijönnek az elhunytjaik sírját meglátogatni, tisztelni az elhunytjaikat, és emögött ott van valamilyen remény, ami arról szól, hogy ők nem vesztek el örökre, nem csak az emléküket tiszteljük, hanem szerintem ez kifejezi az ő akár tudatosan is megtagadott feltámadásba vetett hitüket, és ezzel kellene nekünk foglalkozni, hogy van ilyen. Tiszteljük az elhunytjainkat, és ez ráirányíthatja a figyelmünket arra is, hogy tiszteljük az élőket is. És hogyha a kétnapos ünnepet szeretném összekapcsolni, akkor azt mondanám, hogy az elhunytak tiszteletéből jön az élők tisztelete, és ez magával hozza a szentek tiszteletét is, akik, hiszen minden szentek ünnepe is van, és a szentek, akik valóban tiszteletre méltók. És a szentek tiszteletétől pedig eljutunk az Isten tisztelethez, hiszen Isten az, aki leginkább tiszteletre és imádásra méltó, és valahogy én azt érzem, hogy nagy lehetősége ennek az ünnepnek az, hogy aki még nem ismeri a jó Istent, az eljusson hozzá a halottak tisztelete útján is. Én kicsit úgy látom, hogy a mai generációnak inkább érzéseket adnak a kezébe, olyan dolgokat, amik nem feltétlenül segítik elő azt, hogy gondolkodjanak a halál utáni lehetőségről. Mi keresztények azt valljuk, hogy a halál után élet következik, hiszen Jézus Krisztus ezt mutatta meg számunkra. Ha a kereszt halálnál befejeződött volna az ő üzenete, akkor voltaképpen mi nem örömünnepet ülnénk, nem evangélium, nem örömhír lenne az életünkbe, hanem egy megszégyenülés, hiszen a kereszt halál egy társadalom előtt megmutatott megszégyenülés volt. Az, hogy mi ünnepelhetjük a feltámadást, az azért van, mert Jézus Krisztus megmutatta, hogy van örök élet, hogy a halálnál nem záródik le sem az ő élete, sem pedig a miénk, és úgy tartjuk, ahogy ő ígérte, hogy a halálunk után vele együtt az ő második eljövetelénél mi is mindnyájan feltámadunk. Ezek nem könnyen megemészhető dolgok, de én úgy gondolom, hogy erre való az egész életünk, minden a szeretetre utal, minden arra utal, hogy mi itt a Földön szeressük egymást, ezt nem magunktól találtuk ki, ez Isten ajándéka számunkra. És innentől kezdve, hogy van miért élnünk, hogy van a halál után szeretetteli életünk, innentől kezdve minden jogosultá tesz minket arra, hogy már itt a Földön szeressük egymást, és ne féljünk attól, ne egy örök rettegés legyen az életünk, hogy mi egyszer el fogunk itt múlni, és hasztalan elmúlás, egy semmibe foszlás a földi életünk. Aki jól éli az életét, és szeretettel éli az életét, annak nincsen félnivalója a haláltól. Nyilvánvalóan hívő emberként nehéz azt mondani sokszor, de azt hiszem, hogy nem feltétlenül szükséges ehhez szigorúan az egyházi törvényeknek a betartása vagy hasonlók, hanem a valódi szeretet, az Istentől jövő szeretet az, amit az embernek át kell élnie. És ezt bárki adhatja, ezt bárki kaphatja, és talán ez a csodálatos benne, hogy a hitnek az ajándékát azt nehéz befogadni az embernek, viszont a szeretetet azt tényleg annyira ingyen kapjuk az Istentől, és annyira ingyen is tudjuk adni, hogy ezáltal, hogyha ezt valóban meg tudjuk élni, akkor a halál is egyfajta szeretet élmény lehet mindenki számára. Van egy film, a Bakkancslista. Két rákos emberről szól, tehát mind a ketten tudják, hogy meg fognak halni. Az orvosok megmondták nekik, hogy körülbelül mennyi idejük van. És az egyik megkérdezi a másiktól, hogy egy egyiptomi történet alapján, amikor az ember meghal és a lelke a túlvilágra kerül, akkor két kérdést fognak tőle megkérdezni. Az egyik az az, hogy volt-e örömöd az életben, a te saját életedben, a másik pedig az, hogy okoztál-e örömöt mások életében. Szerintem valami ilyesmi lehet a filmen kívüli élet is, a mi valós életünk is, hogy tudunk-e örömet okozni ebben a 80 évben magunknak és másoknak. A régi szóhasználatban, hogyha valaki elhunyt, akkor nem azt mondták, hogy elhunyt vagy meghalt, hanem azt, hogy megboldogult, vagy jobb létre szenderült. És ez egy olyan optimista szóhasználat, ami szintén azt a reményünket fejezi ki, hogy
hogy neki már jobb, hogy nem a földön van ebben a síralom völgyben, nem itt a nehézségek és fájdalmak zarándok útját járja, hanem ő már egy jobb helyen van. És amikor kijövünk ide, ez nem egy szomorú nap. Az embereket elnézve itt a temetőbe, nem a könnyeket látjuk, persze hiányoznak az elhunyt szerettek, a könnyeknek is helyük van itt, de alapvetően nem egy szomorú ünnep ez a halottak napja, hiszen bennünk van az a remény, hogy ők tényleg már egy jobb helyen vannak, és hogy ők megboldogultak és boldogok. Szerintem lehet is, és kell is úgy gondolkozni, hogy az életünk után valami jobb vár ránk, és hogyha olyan dolgot tettünk itt a Földön, amit úgy mondjuk, hogy jó itt a földi távlatokban is, és Istennek is, akkor szerintem érdemes lehet meghalni. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. A római pápát hivatalának gyakorlásában a püspökök segítik, akik együttműködő tevékenységüket különféle módokon fejthetik ki, köztük a püspöki szinóduson. A püspöki szinódus egyike a II. Vatikáni zsinat utáni idők legfontosabb egyházi szerveinek. 1965-ben jött létre. A püspöki szinódus olyan püspökök gyülekezete, akiket a világ különböző részeiről választanak ki, és akik a pápa által meghatározott időben és helyen összejönnek, hogy tanácsaikkal segítséget nyújtsanak, és az egyháznak a világban való tevékenységével kapcsolatos kérdésekről tárgyaljanak. A szinódusi munka eredménye különféle lehet. Javaslatokat tehet a pápának, aki ennek alapján például enciklikát, szinódus utáni apostoli buzdítást adhat ki. A 16. rendes püspöki szinódust Ferenc pápa döntése alapján 2023. októberében tartják Rómában, melynek a témája egy szinodális egyházért. Kommunikáció, részvétel és misszió. Ami igazán újdonságot jelent, a meghatározott téma előkészítésének a módja. Szerves része lesz egy széles körű konzultáció is, először egyházmegyénként, majd földrészenként. A 16. rendes püspöki szinódus egyházmegyei szakasza 2021. október 17-től 2022. áprilisáig tart. A Szentszék által kijelölt kiinduló pont az, hogy az egyes egyházmegyék püspökei szent liturgia keretében hívják segítségül a Szent Lelket, hogy meghalljuk Isten népének a hangját, és egyben ünnepélyesen bejelentik a 16. rendes püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitását. Ezt a liturgiát a Miskolci Székesegyház felújítási munkálatai miatt október 17-én 9 órától a Szikszói görögkatolikus templomban tartotta meg Orosz Atanáz püspökatya. Ahogyan az egyetemes zsinatok kezdetén, és ahogy legutóbb is a II. Vatikáni zsinat kezdetén az evangéliumot kihelyezték, Isten igéjét középpontba állítva, úgy kihelyeztük a díszes evangéliumos könyvet, jelezve, hogy ezen a délelőttön a 16. püspöki szinódus folyamata kezdődik el, mégpedig annak egyházmegyei folyamatával. Talán nem véletlen, hanem gondviselésszerű, hogy görögkatolikus egyházunkban e napon éppen a 7. egyetemes zsinat atyáit ünnepeljük.
a zsinati atyák vasárnapját tartjuk egy évben többször is, és ma megemlékezünk arról a 350 püspökről, akik Nikeában összegyűltek 1231 néhány évvel ezelőtt, hogy a szent ikonok tiszteletét megvédjék azokkal szemben, akik koruk ikonrombolói voltak. Ezek a szentatyák egyöntetűen megvallották, hogy mióta Isten igéje testben megjelent közöttünk, Jézus Krisztus megtestesülése óta, igenis az ószövetségi képtilalom feloldódott, és meg lehet festeni, tisztelni, imádni lehet a közöttünk jelenlévő megtestesült igét, Jézus Krisztust. Ennek a zsinati döntésnek eredménye az is, hogy templomunkat immár 41 néhány ikon díszíti, és ezeken az ikonokon a mi Urunk Jézus Krisztust nem csak szemléljük, hanem imádó tisztelettel vesszük körül. Az ikonokat megcsókoljuk, hódolunk előttük, mert ez a hódolat, ez nem pusztán a festékre, vagy az alapanyagra, a fára vonatkozik, hanem az ábrázolt személyre, a második isteni személyre, a megtestesült Krisztusra. Mi volt az előzménye ennek az egyetemes zsinatnak? Ha ez második nikeai zsinat volt, hát volt egy első, a legelső egyetemes zsinat, amelynek hamarosan az 1700. évfordulóját fogjuk tartani. Ott még egy kicsit kevesebb atya gyűlt össze, bizonyos források szerint 250-en, bizonyos más leírások szerint 300-an, de ők is a hitünket alapvetően érintő döntéseket hoztak, és az egyházi életre vonatkozóan mindmáig érvényes szabályokat rendeltek el. Az előzmény pedig, amely még a Szentírásban is rögzítve volt, talán éppen az apostoli zsinat, amely 1970 évvel ezelőtt Jeruzsálemben volt, és az apostolok cselekedeteiben, illetve Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelében találjuk ennek leírását. A Szent Atya kérése az, hogy amikor a püspökök két év múlva októberben tanácskozni fognak Rómában, akkorra hozzák magukkal mindazon világi hívők és papok véleményét is, akik az egyházat alkotják. Hiszen mindnyájan egy testet, Krisztus titokzatos testét alkotjuk, és mindnyájunknak lehet valamiféle véleménye, szava. És az egyház kíváncsi erre a véleményre, az egyház meghallgatja azok szavát, akik szeretnének megnyilatkozni a mindennapi egyházi élettel, vagy az egyházi döntéshozatalokkal kapcsolatban. Ennek a folyamatnak a Szentlélek az irányítója. Azért is hívtuk segítségül mai Szent Liturgián kezdetén, úgy, ahogyan 4000 püspök a saját székesegyházában, kiki a maga egyházmegyéjében segítségül hívja őt. És az iránytű ebben a folyamatban az evangélium, az Isten igéje lesz. Ezért is tettük ki, itt szem előtt legyen, hogy előre haladásunknak egyértelműen Isten jelölje ki a módját. Kocsis Fülöp érsek metropolita Hajdú Dorogon,
az első székesegyházban végzett szent liturgia keretében nyitotta meg a Ferenc pápa által meghirdetett Szinódusi út egyházmegyei szakaszát. Jézus példabeszédének a záró képére szeretném a figyelmet irányítani elsősorban. Amikor a mag jó földbe hull, és sokszoros termést hoz. Egyházunk valójában ezért él. Egyházunkat ezért indította útjára a Szentlélek pünkös napján. Ez élteti Krisztusnak titokzatos testét, hogy fejlődjön, hogy sokszoros termést hozzon. És ez a gazdagság nagyon sokféle módon meg tud jelenni. Ferenc pápa meghirdette a következő 16. rendes püspöki szinódust, amely majd Rómában 2023. októberében lesz. De addig ez a szinódus, ez egyház minden tagját el akarja érni, és mindenkit be akar vonni, hogy közösen töprengjünk azon, hogy hogyan hozhatunk sok gyümölcsöt? Közös munkánk és közös felelősségünk az, hogy az egyházunk termékeny legyen. Mindnyájunkon múlik az, hogy az egyházunk valóban fejlődik-e, vagy nem. És a pápa azt szeretné, hogyha ehhez a közös töprengéshöz mindenki hozzá tudna szólni. Nagy munka ez. És a legfontosabb része, hogy mindenki érezze megszólítva magát, és a másik része, hogy mindenki érezze a bátorságot, hogy megszólaljon. Hiszen mindnyájan élő tagjai vagyunk az egyháznak. Ferenc pápa éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az ősi egyháznak a gyakorlata, hogy mindenki hordozza az egyház küldetését. Nem csak a papoknak kell prédikálni arról, hogy öröm Jézus Krisztussal együtt élni. Nem csak a hitoktatók feladata, hogy átadják a hitnek a lényegét. Szülők, pedagógusok és minden egyes ember kötelessége, keresztény felelőssége, hogy a hitet továbbadja. Csak az a hit él, amely továbbadható, amely éppen a továbbadás révén fog tovább fejlődni. Lehet, hogy meg kell halnia érte, mint a mag is elpusztul a földben, de utána sok termést hoz. Amikor az ember úgy érzi, hogy kudarcok vannak az életében, ha hisz abban, hogy a Krisztus egyházának élő tagja, akkor ezek a kudarcok, ezek az elesések, ezek a bukdácsolások is új terméseket fognak majd gyümölcsözni. Erre buzdít bennünket Ferenc pápa, erre buzdítom én is a hajdúdorogiakat, a görögkatolikusokat, hajdúdorogi főegyházmegyék minden tagját, hogy fogjunk össze, és keressük meg, foglaljuk össze, foglalmazzuk meg, hogy mit kell tennünk az egyháznak. Azt, amit az Isten vár tőlünk. Tehát valójában, amikor mindenkit meg akarunk szólítani, mindenkinek a véleményére oda akarunk figyelni, az azért tesszük, mert hiszünk abban, hogy a megkeresztelt embereken, az Istenre figyelő embereken keresztül tud szólni a Szentlélek. És ahhoz, hogy valóban a Szentlélek tudjon szólni minden egyes görögkatolikus testvérünk ajkáról, ahhoz minden egyes görögkatolikus testvérünk törekvése kell arra, hogy a Szent Lelket szólítsa. Az a kérésem, hogy a mai naptól fogva, október 17-től fogva, amikor elindul a hajdúdorogi főegyházmegye, egyházmegyei szinódusi útja, egészen húsvét vasárnapig, április 17-ig, mindenki, aki itt van, akik hallják a közvetítésen keresztül, és akik most nincsenek ide, akiknek el tudjuk majd mondani gyermekeinek, unokáinknak, munkatársainknak, ránk bízottaknak, hogy minden nap a mennyei királyt egyszer mondjuk el. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen. Nyissa meg a lelkünket, hogy meghalljuk, mit mond nekünk és az egyháznak. Ehhez sokat kell imádkozni. Nem remélhetjük, hogy a Szent Lélek majd szólni fog, ha oda se figyelünk rá. Ez a legfőbb kérésem a mai napon.
tegyünk egy nagy elhatározást, és azt kövessünk is hűségesen. Minden nap a mennyei király Szentlélekhöz szóló imádságát mondjuk el, kicsik és nagyok, fiatalok és öregek, tudósok és tanulatlanok, hiszen a Szentléleknek mindenkihöz van szava, és mi nem tudhatjuk, hogy kin keresztül fog majd szólni a lélek. És a lélek egészen biztosan meg tud bennünket tanítani arra, hogy hogyan tud fejlődni az egyház, hogyan tud majd sok gyümölcsöt hozni, százszoros gyümölcsöt. Adja az Isten, hogy a mai naptól mindnyájan lélekre figyelő görögkatolikusokká váljunk. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jó napunk feje is az életnek megadója, jöjjel és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szentől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szocska Ámbel megyéspüspök október 17-én délután a Nemzeti Kegyhelyünkön Mária Pócson végzett alkonyati istentiszteleten hirdette meg a szinodális egyházért indított püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitását a Nyíregyházi Egyházmegye területén. Az evangéliumban azt hallottuk, hogy Jézus megkérdezi az ő tanítványait, engem, az ember fiát, kinek mondanak az emberek? Ma és az előttünk álló időszakban nem Jézus, hanem a Szentlélek kérdez bennünket. Emberek, a görögkatolikus egyházat minek tartják az emberek? Ezt a kérdést teszi fel nekünk is a Szentlélek, vajon mi és a mi híveink hogyan látják a görögkatolikus egyházunkat, annak a jelenét és jövőjét, tevékenységét. És ugye, ahogyan a tanítványok is próbáltak válaszolni, hogy mint ahogyan Jézusra is különböző jelzőt használtak, ugyanúgy a görögkatolikus egyházunkra is mindannyian sok feladatot és tevékenységet fel tudnánk sorolni, hiszen az egyház az evangélium hirdetése mellett szociális és oktatási tevékenységet is folytat, de mégis vajon ti mit gondoltok a görögkatolikus egyházunkról, görögkatolikus egyházmegyénkről, a nyíregyházi egyházmegyéről? Mi a ti véleményetek? A Szentlélek az előttünk álló időszakban arra hív, hogy erre a kérdésre mindannyian lelkiismeretesen válaszoljunk. Kérjük hát továbbra is a Szentlélek kegyelmét, hogy ezt az előttünk álló nagy munkát Istennek tetszően tudjuk elvégezni. A Jóisten áldása legyen az előttünk álló egyházmegyei szinóduson, és a Szentlélek vezesse mindannyiuk munkáját. Ezennel a Nyíregyházi Egyházmegye területén az egyházmegyei szinódust hivatalosan is megnyitom. Siessünk az Úr az Isten szőlőhöz, mi bűnösök és leáldozottak, és boruljunk le bűneinket türelmesen megvánnak, nekünk mindig kiáltsunk, könyörű rajtunk és segíts. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.